Szevasztok srácok! Már egy ideje beszéltem arról, hogy fogok csinálni blog videókat, ami arról fog szólni, hogy milyen az élet idekint, milyeneket edzek, maga az életemről, napokról, bemutatok még pár dolgot, és arra gondoltam, hogy a legjobb kezdés az akkor lesz, hogyha megyek fel edzeni, ráadásul nem is akár, hogy csak edzeni, hanem készülök a következő meccsemre, ami április 21-én lesz, Battle Grand nevezetű gálán, ez egy elég híres gála egyébként, ezen ezt már sokan tudjátok, erről majd még mesélni fog a videóban. Általában heti háromszor megyünk fel edzeni, azért mondom többes számom, itt van velem Norbi is, akivel együtt szoktunk menni, egyszer én vezetek, egyszer ő vezet. Ez azért fontos, mert nem az van, mint Magyarországon, hogy fogod beülsz az autóba, kocsigázol 10-15 percet, aztán ott vagy az edzésen, és akkor ez még soknak számít, hogy ennyit kell menned, hanem mi 1 óra 10, 1 óra 5 percet megyünk fel az edzésig, csak oda, leedzünk egy 2 órás edzést, utána pedig jövünk haza, ugye még egyszer ugyanennyi idő, ez kb. Olyan 220 kilométernek felel meg, úgyhogy marha sok, és fáraszt tud lenni egy egész napos munka után, de ezt választottuk, hogy csináljuk. Igaz, Nor? Na, de ennyire izgalmas az út felfelé, úgyhogy nem is beszélek tovább, a következő bejelentkezés majd az edzésről lesz. Sziasztok! Értünk edzésre, most menjünk befele. Kösz. Hi guys. Hi, Sarah. Hello guys. What's up, man? We're in a video. It's gonna be vlogging video, so. Verseny utolsó egy hetébe értünk, azért mondom az utolsó egy hetébe, és nem az utolsó egy hetébe, és plusz egy nappal, mert ugye pénteken lesz a verseny, és ma csütörtök van, mert ugye csütörtök lesz az a nap, amikor mérlegelésem lesz, és még mindig kell redobnom súlyt, 8 pandot, az olyan 4,5 körül, 4,5 kilót. A legnagyobb küzdelmet most a súlyommal vívom, amit látszik is, kint most az előbb ugrált, előbb egy órája ugráltam, ugrálókezeleztem fél órát, utána pedig 25 percig forró vízbe, nem forró, de meleg vízbe ültem, minél többet izzadjak ki. Az utolsó fázis pedig az, hogy még egy 20 percet így törölközők közt fogok feküdni, hogy a felhevült testem még többet izzadjon ki, még több vizet. Utána megmérem magam, és akkor nagyjából tudok következtetni, hogy mennyit kell fogyni, illetve az, hogy mennyit tudok leadni előtte egy órával, a mérlegelés előtt. Meglátjuk. Kíváncsian várom, remélem ti is. Ja, szóval már csak a súlyomnak kell lemennie, és akkor minden rendben van. Teljesen magabiztosan állok a küzdelem elé. Nem hiszem, hogy bármilyen fajta meglepetést fog tudni nekem okozni az ellenfelem. És én kimerem azt jelenteni, hogy idő előtt vége lesz a mérkőzésnek, és az én győzelmem ezt fogja hirdetni.
bemegyek ebbe a boltba, nem viszlek magammal titeket, mert nem lesz szabad kezem. Azt sem akarom, hogy ott szerencsétlenkedjek. Úgyhogy amikor kijöttem, akkor majd folytatom a beszédet. Az valójában egy thrift shop, ami onnan lehet ismerős, hogy a Macklemore is megénekelte. Én nem vágtam ezt, hogy miről beszél ő, amikor énekli ezt. Egészen addig, amíg nem jöttünk be egy ilyen boltba. Ez a Burlington Coat Factory. Amikor először jöttünk ide, akkor csodálkoztam, hogy mi a fenét fogunk mit csinálni egy kabát. Kabát gyárban, mit fogunk itt nézni, mi lesz itt, kínaiak fognak itt varni, meg ilyen. Aztán végül beértünk, és ez a látvány fogadott. Itt minden van valójában. Van férfi részleg, női részleg, és azon kívül is van még rengeteg ilyen ott lakberendezési cucc. És ezek a thrift shopok, ezek olyanok, hogy mint otthon a turkálók, csak attól egy magasztosabb szinten. Itt minden olyan ruha megvan, amit a nagy márkák, például Tommy Hilfiger, itt ez egyébként nem is számít nagynak, de olyan, hogy Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, az itt, a Guess az itt semmi igazából. Akkor mi van még? Néha American Eagles, az mondjuk jól szokott lenni, az ritka. És hasonló, amit otthon, az otthoni fejjel azt mondanák, hogy hú, baszki, hogy milyen komoly ruhadarabok vannak itt, de valójában itt ezek semminek számítanak. Pont ezért, mert ilyen helyeken meg lehet őket találni. És ennek az a lényege, hogy a márkák, márkaboltok, hogy amit nem tudnak eladni, azt nem kiselejtezik, hanem először leárazzák őket, elég komoly leárazásokkal, 50-70%-kal, és ha akkor se veszi meg senki, akkor jön a clearance, ami azt jelenti, hogy kitakarítás, vagy hogy kiárusítás pontosabban, akkor még jobban leviszik, tehát akkor már itt ilyen egy Tommy Hilfiger, vagy egy Lacoste pólót, amit megvehetnél amúgy $80 körülbelül, vagy $100, azt megveszel 40-ért, megveszel 30-ért, meg ilyenek. És hogyha úgy sem megy el, akkor jönnek ezek a factory-k, ezek a thrift shop-ok, akik felvásárolják, és még olcsóbban eladják a saját üzleteikbe. Mindjárt mutatok egyet. A másik a Michael Kors, az is itt semmi. Azt mondja, hogy itt van egy Michael Kors Inc. Ugye $75 lenne, és ezt meg tudod venni
20 dollárja. Lófasz. Már elnézést. De tényleg semmi. Itt mert Hollister meg hasonló dolgokat veszel 20 dollárért. Kijöttem futni egy kicsit. Megint teljes felszerelésbe. Sauna ruha, kettő pulcsi, aláöltözött minden. Futok egy 4-5 kilométert, meglátom, meg közben videózom nektek, hogy merre felé futok.